A listavezető Csata DS-től elszenvedett nagy különbségű vereséget követően a második helyezett TFS-e otthonában lépett pályára a nyíregyházi kosársuli. Az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szóltak, a több kulcsemberét nélkülöző vendégek célja tisztes helytállás volt. Ezt végül el is érte a csak fiatalokat pályára küldő NKS, így Farkasinszky Gyuláni szakmai igazgató a vereség ellenére sem lehetett elégedetlen. Azzal a célra utaztunk, hogy ne legyen túl nagy arányú a vereség, ha lehet, ne kapjunk 100 pontot, és dobjunk legalább 50-et. Na most ugye ebből a túl nagy arányú vereség, az hál' Istennek nem lett túl nagy a vereség. A dobott pont az kevesebb lett, mint amire számítottunk. De legalább kaptunk 100 pontot, tehát most ezt legalább megúsztuk. Nehéz, tehát nagyon nehéz így, hogy a csapatnak ugye a 99%-a az ugye most junior korú játékosban állt össze. Az Anna Takácsán azért próbál valamilyen szinten valami rutint belevinni ebbe a játékba, de nagyon nehéz. Tehát már megvoltak nekünk most is a helyzeteink, mint ahogy a csata ellen is megvoltak a helyzeteink, de egyszerűen nem tudjuk ebből a ritmusból, ebből a gyorsaságból még ezeket pontra váltani. Az, hogy a védekezésünk az már sok esetben összeállt. Tehát ez már biztató a jövőre előre tekintve. A nyíregyháziak legközelebb a Diógyőr U23-as csapatát fogadják. Elképzelhető, hogy a mérkőzésen pályára lép a sérülése után már tréningező Pap Klaudia és a szülés után ismét edzésbe álló Farkasinszky Orsolya is. Mindenféleképpen azon vagyunk, hogy hazai pályán azért megpróbáljuk megnehezíteni a dolgokat, vagy azért reményeink szerint megnyerni ezt a mérkőzést. Ugye ezen a héten már elkezdett edzeni a Fekete Dóra is, a Dia is elkezdett edzeni, ugye nála attól függ, hogy a kézvédő az megérkezik-e addigra vagy sem, mert ha nem, akkor én nem engedem pályára lépni, tehát az a kéz annyira nem biztos még, hogy megkockáztassuk azt, hogy egy mérkőzés, és megint valami gond és probléma történjen, és ugye hát elkezdett edzeni Orsolya is, és innentől kezdve, hogyha minden összejönne, és mindenki hadra fogható, akkor talán egy pár percre, talán a négy rutinos játékosunkat is pályán tudnánk tartani, ami azért a mostani körülmények között egy óriási dolog lenne. Az amatőr nemzeti bajnokság piros csoportját a hibátlan Csata DS-e vezeti 15 győzelemmel, a nyíregyházi kosársuli 7 győzelemmel és 8 vereséggel a negyedik helyen várja a Diósgyőr elleni szombaton 18 órakor kezdődő mérkőzést.